A nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény 2012-es megjelenése óta egyre népszerűbb hazánkban az értéktármozgalom. A településeknek az előírás keretei között van lehetősége létrehozni az értéktárakat, és abban felsorakoztatni az adott város vagy község számára kiemelt jelentőséggel bíró szellemi, kulturális, természeti vagy épített örökségeket. Sátoraljaújhelyben a törvény megjelenését követően a helyi értéktárbizottság megalakulásával kezdődött a munka. Tájékoztató munka kezdődött el, illetve pontosabban megalakult a helyi értéktárbizottság a törvény előírásának megfelelően. Ez egy elég hosszú procedúra volt, hogy ez mindenképpen a jogszabályokat követve történjen meg. Természetesen a testület döntött, közben személycserék is voltak, a feladatot is szétosztottuk a bizottságban. Majd pedig, mint elnökként vállaltam a feladatot, hogy próbálom ezt a törvényt is, ennek a végrehajtását népszerűsíteni. Tájékoztatók sora hangzott el a városban, televíziónak is többször nyilatkoztam ebben, és lassan-lassan indult a munka. A munka már abban a fázisban van, hogy a bizottság 13 beérkezett javaslatról döntött, melyek közül 12-t fel is vett az értéktárba. Ennek tükrében helyi érték lett Sátoraljaújhelyen, a Magyar Nyelv Múzeuma, a Sátoraljaújhelyi Vár, a Bortemplom, a Dohánygyár, a Város Ivóvízbázisa, a Magyar Kálvária, a Metzner-ház, a Pálos Piarista templom, a régi laktanya épülete, a Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, a vasútállomás és a Lavotta Kamarazenekar. 12 helyi érték közül 3 esetében a Nemzeti Értéktárba való bejegyzésre is javaslatot tesz a bizottság. 3 javaslatban döntöttünk úgy, hogy nem csak helyi értéket képvisel, hanem túlmutat és országos jelentőség, illetve a magyarság szempontjából meghatározó lehet. Ezek a Magyar Kálvária, természetesen a Magyar Nyelv Múzeuma és a Fióklevéltárunk itt Sátoraljaújhelyben. Ezekről döntöttünk úgy, hogy nem csak helyi értéket képviselnek. Továbbá a területi értéktárba felterjesztik a Lavotta Kamarazenekart, mint kulturális örökséget, Sátoraljaújhely ivóvízbázisát, mint természeti környezetet, és a Bortemplomot, mint épített örökséget. Az értéktárbizottság munkája ezzel nem ért véget, továbbra is várják a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mi kerüljön be Sátoraljaújhely értéktárába.